Sziasztok, üdvözöllek benneteket, Scrap Mechanicozni fogunk, és már régóta tervezgetem, hogy ki kéne próbálni ezt a challenge játékmódot, amelyben elméletileg ilyen kis feladatokat kell végrehajtani. Őszinte leszek, direkt nem néztem utána, mert nem akartam a feladatokat saját magamnak leszpoilerezni. Ugye ez még talán a Survival-lel egy időbe jött, kicsit talán utána be ez a játékmód, és ha minden igaz, 40 feladatunk van. Úgyhogy nem egy részbe fogjuk, gondolom, megcsinálni ezeket, mert nem tudom, mennyi időt vesz igénybe, lehet, hogy 5 perc, de az is lehet, hogy feladatonként egy óra. Ezt meg fogjuk látni, úgyhogy belevágunk ebbe, hogy elkezdjük ezeket a challenge-eket megcsinálni, és akkor mindig majd videónként X-et meg fogunk csinálni. Viszont mielőtt ebbe még belevágnánk, ennek a videónak van egy támogatója, úgyhogy egy rövid kis reklámblokk következik, cserébe a videó további részén nem lesz semmilyen reklám. Ennek a videónak a szponzora a Boosteroid.com, amely egy felhőalapú játékszolgáltatást kínál, és már Magyarországon is elérhető. Ezen a platformon a legújabb játékokkal játszhatsz, anélkül, hogy erős géppel rendelkeznél, akár egy régi 7-8 éves laptopon is tudsz játszani a böngésződőn keresztül, anélkül, hogy bármit is le kéne töltened a saját gépedre. Amire szükséged van, az egy stabil internet kapcsolat, ami azt jelenti, hogy legalább 15, de ajánlott a 25 megabites sávszélesség, valamint egy billentyűzet és egy egér. Sőt, a Boosteroid már telefonról is használható, ez esetben a telefonhoz szükség van egy külső kontrollerre, és természetesen ugyanúgy stabil internet kapcsolatra. Én azt az árkal ki is próbáltam, leteszteltem, sajnos csak az integrált billentyűzettel, ugyanis azzal lehet bevinni karaktereket, de telefonos kontrollerrel lehet ezt teljes értékűként használni. A szolgáltatás díja mindössze havi 10 euró, vagy annál is olcsóbb, attól függően, hogy mekkora csomagot választunk. Ezért cserébe több mint 50 ingyenes és több mint 150 fizetős játékot vehetünk igénybe, melyet Full HD-ban 60 képkocka per másodperces minőségben élvezhetünk. Ha felkeltette az érdeklődésedet ez a szolgáltatás, a leírásban megtalálod hozzá az oldal elérhetőségét. Ó, hogy ráadásul ez így van! Jó, hát akkor úristen, tényleg 40 pálya van, és itt látszódnak kicsiben a pályák. Jó! Itt azt érzem, az első tök egyszerű lesz. Na hát akkor lássuk, milyen feladatok várnak ránk. Hello? Milyen jó kis pálya van itt. Ennyi? Jaj! That's all! Hát itt még építeni se nagyon kellett, győztünk. Oké, gondolom ez direkt ilyen egyszerű. Vagy ez most a tutoriál lenne? Ó, és itt vannak az alkatrészek, amiket használhatunk. A kereket leveltem, onnan nem. Oké. Aha, szóval most már... nekem meg kell javítanom a járgányt. Most ez a második pálya, ez most valami vicc. Ezt ki kell itt kerülni. Aha. Jó, hát ez... ismét egy nagyon komoly feladat volt. Gondolom ez a bemelegítés akar lenni. Igen, és most itt mi lesz? Nyölt szlalomozni. Á, nincs bekötve a gép. Úgyhogy egyrészt ezeket bekötjük. Előrefele forog, köszike. Meg ezeket is be kell kötni. Azt hiszem ezt pont, hogy meg kell majd fordítani. Így van. Akkor mehetünk is. Összkerék meghajtású a gépezet. Nem baj, be tudunk tolatni is. Ezt is megcsináltuk. Oké, köszönjük szépen. De ezek elég gyorsak. Oké, itt kapunk valamit. Mit kapunk? Kapunk motort. Oké, de most a motort nekünk kell felszerelni. Oké, hát ez azért annyira nem nagy kaland. Én azt hittem, hogy itt a nulláról kell majd gépeket megépíteni már az eleje. Vagy az elejétől kezdve, de ez nem igazán így van. Oké, ez jó. Na várjatok. Ja, nem kötöttem be a székbe. Motorerő, hát az legyen jó nagy. Ne, akkor ne legyen. Ennyi, ennyire nagy ne legyen. Reset. Habár lehet ilyen erős a motorerő, de akkor a hátsó kereket azt ki kell kötni, hogy a hátsó kerék az csak húzódjon magát. Tehát ugye akkor az első kerék lesz, ami kapaszkodik. Így. Uha. Jól van. Nagy megérkezés volt. Köszönjük szépen, kemény 4 másodperces feladatok. Na, itt már több minden hiányzik talán. Itt már vannak ilyen blokkok. Oké, ezt felrakjuk egy emelőre. És igazából... azt akartam, hogy valami jó széles valamit építünk itt. De építettünk valami jó széles valamit igazából. Minél stabilabb legyen a jár... Ja, de arra is oda kéne figyelni, hogy ezt tudjuk kanyarodni, nem? Na, ez baj. Megpróbáltam valamilyen más módon megcsinálni ezt a feladatot, hogy ne az unalmas séma legyen mindig, és még maradt is egy ilyen kis csapágyunk, ami igazából csak simán le kell majd oda gurulni. Na most, hát ez igen érdekesen fog kanyarodni, azt hozzá kell tenni. Majd meglátjuk. De azt nem oda. Azt be tudom kötni az ülésbe. Na mindegy. Oké, te is előre forog. Milyen erős a motor? Jó lesz az. Ja, le kéne venni. Megnézzük, hogy ez kicsit ilyen motoros feeling. Igazából... Jaj, ne! Fordítva van a kanyarodás! Nem javítottam ki. Nem baj. Inverse kanyarodásunk van. Hát ez fullos. Ennyi. Nem lett tökéletes, de lehetett volna rajta javítani. 9 másodperc. Jó, biztos... Ó. Biztos meg lehet ezeket csinálni sokkal praktikusabban is. Na mit kapunk? Ez most elektromos motor lesz. És... Ha oda kell gondolom rátenni az elektromos motort, nyilván. És még meg az a lényeg, hogy fel tudjunk menni. Aha. I see. De gondolom itt az összes kereket meghajthatom, ugye? Hát abban nincs beleszólása a játéknak. Nem fogjuk az összeset meghajtani sajnos, ahogy látható. Oké, mindegyik előrefele forog, és reméljük, hogy a kanyarodás az, ha jól be van állítva. Kéne egy kis motorerőt adni neki. Jajjaj! Ne! Nem jó! Elfelejtettem ugye hozzákötni a... Elszabadult a gépezet. Szerintem veszettünk. Nyomunk egy resetet. De ne! Ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz. Az a baj, hogy véletlenül lehet teljesen restartolni szerencsére, úgyhogy megoldottuk a problémát. Az elszabadult járgány az visszakerült a kezeim közé. Szóval ezt be kéne kötni azért az ülésbe, hogy ne magától nyomja itt nagyon a gázt. És nyilván nem kell maximális tolóerő. Elég egy ilyen kis finom is. Ez túl finom, nem? Ez nagyon nem. Ez nem is megy. Így. Ojjajajajaj. És ennek fel kéne tudnia itt menni? Na nem már. Na várjatok, azon gondolkozom, hogy mi lenne, hogyha én ezt picit itt átmodifikálnám. Hát nézzük meg most így, ez egy prototípus. Tökéletes. Ugye annyi a lényeg, hogy próbáltam azt, hogy... Jajjaj. Csak ugye itt lesz a probléma. És megvan! Jó, oké, meg vagyunk. Csak menj be a célba, de nem tud befordulni. Ó, Istenem. Nem tudunk fordulni, gyerekek. Ez a baj. Ez az a bolyá, megfordultam. Hát 22-szer, 23. Ezt meg lehetne csinálni jobban is. Próbálkoztam pár apró módosításra, hogy ezt a 18 másodpercet azért le tudjam csökkenteni, de az a baj, hogy vagy túl gyenge, vagy túl erős a motor, és talán még mindig ez így a legstabilabb. Hát franc se tudja, nem tudom, hogy itt mennyi a legjobb idő, vagy hát mennyit lehetne még ebből kihozni. Az biztos, hogy kanyarodásra ez a megoldás szerintem így jobb, mint amit először próbáltam. Hát még mondjuk így is akadt pont egyet, és ez 18 másodperc lett. Se baj, mindegy, srácok. Így sikerült most ez a pálya, nem szűszolok vele többet. Menjünk tovább, végre most már kezdem azt látni, hogy alakulnak ezek a feladatok. És ez milyen pálya lesz? Na, meg se nézhetem? Na, itt már egyáltalán nem kapunk járgányt, úgyhogy ez így tényleg érdekes lesz. És itt most kaptam jó sok elemet. Nagyszerű, nagyon nagyszerű. Most akkor építünk valamit a nulláról. Persze azért túl sok... építőelemünk nincsen, tehát azért nem vagyunk nagyon elszállva, de azért csak-csak akad valami. Építettem egy ilyen kis szörnyeteget, itt már azért kicsit azt érzem, hogy szabadabb a kezem, hogy mit csinálok, elég sok alapanyagot kaptunk, elég sokat. Jó, azért annyira sokat nem, de kaptunk eleget, az a lényeg. Szóval nem tudom pontosan milyen a pálya, úgyhogy először elmegyünk és földerítjük. Azért ennél lehet egy kicsit több kakajó benne, mert ez így kicsit karcsú. Így valahogy, így. Oké. Na igen, elől nem sok súly van, úgyhogy ez láthatóan már most megbukott. Változtattam kicsit a súlyelosztáson, talán ez így már segíteni fog, aztán meglátjuk. Ugye a lényeg, hogy az elejének kéne jobban tapadnia. Oké, jók vagyunk. Láthatjátok, hogy a fordulást eléggé komolyan csináltam meg, tehát első és hátsó is fordul. arányosan, vagy hát megfelelően. Hát nem vagyunk túl gyorsak. Az a helyzet, bár ezeken a... Úristen! Na hát igen, ezen fel is kell tudnunk mászni, úgyhogy nem is tudnék olyan nagyon gyorsan nekiesni. Amúgy a kis középső kerék is forog, direkt azért, hogy a felakadást megakadályozzam. És az első kerék láthatólag jobban teper, mint a hátsó, hogy ne az legyen, ugye, hogy így felemelkedik az orra, de jó a súlyelosztás, és beérünk a célba. Jó, második próbálkozásra meg is van. Hát nem a legjobb az idő, de ezt nem lehet végigszáguldozni szerintem. 43 szek, fullos. Hanyadik pályán át tartottunk amúgy. Hát tök sokat megcsináltunk, de még haladjunk egy kicsit. Nézzük, hogy itt mit kapunk. Ugyanaz a setup, nem, 2-vel több kereket kaptam, és most több benzinmotort kaptunk. Hello! Hello! Na itt már kicsit ki tudjuk magunkat majd élni, mert itt át kell repülni, gondolom úgy kell kiosztani a súlyt majd, hogy pont átrepüljön majd a gépezet, úgyhogy most végre valami gyors, valami erős cuccot építhetünk. Kész is van a verda, az elképzelés borzasztóan egyszerű, mindössze annyi, hogy kicsit ilyen motoros, dreges stílusban, ugye megemeltem a hátulját, hátulra kerültek a nagykerekek, elő van szintén a súly, hogy az orrát ugye lenyomja, összkerék meghajtású lett a cucc, tehát teljes mértékben hajt, és valami nem megfelelő irányba, úgyhogy még ezt át is kell nézni, ő nem előre forog, az baj, illetve ő sem, ezt még elfelejtettem megnézni, úgyhogy megnézzük, hogy lehet, hogy lentebb kell venni majd a sebességből, hát így is. Jó, biztos, szóval ez 100%, hogy lentebb kell venni a sebességből, mert kicsit túl gyors lett a szerkezet. De igazából most nekünk ugratnunk kell majd tudni. Kanyarodni nem tud, mert nincs rá szükség. Hopp! Jó lesz az! Ott is van, 5 másodperc, ennyi. Mondnám, hogy first try, de nem teljesen. Arra lennék még kíváncsi, hogyha egyen lentebb vettem volna a motorerőt, akkor így esetleg... stabilabb be, ugye itt vigyázzuk, hogy az elején ne ugrassunk nagyot. Hát így is meg lesz az 5 szek. Nem, 6, az első jobb volt. Jó a szerkezet igazából, amire kell arra jó. Lássunk még egy pályát, nagyon tetszenek ezek a feladatok. Igen, meg kell nyomnunk azt a gombot. Maybe. Szóval, hogy néz ki a pályát? Nem tudom megnézni valahogy a pályát. Azt nem tudom, ezt most kinyomtuk. Ez micsoda? Na hát igen, tehát hogyha az ember hamarabb körbenéz, akkor látja majd, hogy mit kell csinálni. Meg kell nyomni azt a gombot, és utána gondolom csak be kell menni a célba. Hát ez annyira nem, ebben mi a nehéz? Első körben ez nekem túl egyszerűnek tűnik. Félek attól, hogy ezt a gombot nyomva kell tartani, vagy lesz itt valami turpisság. Meglátjuk mindjárt, és ezt benyomom, de az is lehet, hogy csak itt... Na várjál, ott át kéne férnem. Na ne szívassatok! Nem fogok át, nem férek át. Oké, rendítsek. Szóval féltem attól, hogy lesz egy kis turpiság, hát lesz. Tulajdonképpen ez lesz. Úgyhogy megyünk, benyomjuk. Azt hittem, hogy ott bal oldalt fog valami ajtó kinyílni. Csak a kanyarodásom nem a legjobb. De ez gyorsan meg is van. 7 szek alatt easy win. Jó, szóval tulajdonképpen itt a mechanikát mutatta meg nekünk a játék. Valamiért azt hittem, meg kell nyomni a gombot, és ott mellette az a sötét rész fog kinyílni, de nem. Wow. Na ez menő. Na ezt a pályát még megcsináljuk, erre kíváncsi vagyok, nézzük csak át. Tehát vannak ilyen kis bukkanók, aztán ilyen kis kisebb bukkanók, aztán még amolyan bukkanó is van, úgyhogy bukkanókon kell átmennünk a járművünkkel. Nagyszerű. Nagyszerű. Most már okosak vagyunk, hogy ezt így mind meg tudjuk. Van felfüggesztés, nagyszerű, és milyen magas területeket kéne megmászni. Az itt a question. Hát annyira nincsenek nagy dőlésszögek, mondjuk ott a végén azért van egy nagyobb dőlés. Ugyanerre fogunk menni, az eleje az nehezebb lesz, és mindjárt meglátjátok, amint elkészül a gépezet. Kicsit úgy érzem, ez valami olyasmi lesz, mint valami rovar. De szerintem itt látjátok, hogy mi akar lenni a lényeg. Ez ennyire részletesen állítható? Hát ez így jó lesz, mert... Hát valahova ide beállítjuk. Ez meg... Aha, ez is nagyjából, hogy így tartson valamit. Legyen egy kis hugózása. Így szuper. Tehát azt akartam megcsinálni, hogy az eleje nehezebb legyen nyilván, mert itt is lesz azzal majd probléma, hogy ott majd kell fölfele menni, úgyhogy ne az legyen, hogy hátra bukik a gépezet. Úgyhogy ez reméljük, hogy nem lesz gond, illetve hát a bukkanókon szépen szeretnék átmenni vele. Hát max teszünk még a felfüggesztés alá felfüggesztést, bár akkor meg már ki fog menni a saját lába alól, és még abszolút nincs a fordulás, most előfordul a gép, arra most odafigyeltem, hogy most már ne hátra tegyük, mert amúgy én nem szeretem, hogyha hátul fordul valami, vagy kanyarodik. Először bekötjük ide az ülésbe, mielőtt elmegy a kocsi magától. Ezt pedig szépen rákötjük. Azt mondja, egy, és teszünk rá egy kis sebességet. Jó lesz ez így, próbáljuk meg. Azt mondom, próbáljuk meg. Ó, elég merev lett ez a felfüggesztés, hogy őszinte legyek. Jó, egyelőre jók vagyunk. Na, jó, ide tettétek ezeket a szutymákokat. Oké. Hát ez easy. Ez easy, igazából nyomhatnánk neki jobban, és akkor ben is vagyunk 20 szeken belül. Vagy hát nem lett meg a 20 szeken belül, de hogy még az is meg lehet. Tekintve, hogy azért itt jobban is lehetne neki nyomni a gázt néha. Sőt, hát nincs több izém. Várjunk csak egy picit. Tapossunk bele. Oké. Itt így finoman itt egyet átugratunk. Oké. Ez az, gyerünk, időre megy, úgyhogy... Ez itt a necces. És itt most már nyomhatjuk neki. És 16 szek, ennyi. Fullos. Nem tudom tényleg, hogy mi a jó idő. De szerintem ez így király. Nos, srácok, hát alapvetően megismerkedtünk ezzel az új játékmóddal, és megcsináltunk 10 pályát. Gondolom most már azért nehezedni fognak a pályák, úgyhogy amit el is várok azért tőlem, azért itt látszik, hogy lesz egy-két érdekes dolog. Nem is akarok magamnak spoilerezni. Fogjuk ezt folytatni, szerintem nem mondom, hogy a következő részben is 10 pályát megcsinálunk, mert azért itt a tutoriálok azok nem vettek el sok időt, a többivel már azért lehet azért szöszmötölgetni. Vannak itt azért egész jó kis kihívások, úgyhogy egy ilyen 5-6-7-8-asával fogunk szerintem majd haladni szépen előre, heti egy résszel, úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogyha velem tartotok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szerettétek és még nem tettétek, meg iratkozzatok fel, én Stark voltam, jók legyetek, sziasztok!